Köszöntöm nézőinket, Önök a Kanizsaiakat látják. Műsorunkban ezúttal is vajdasági testvérvárosunk, Magyar Kanizsa helyi televíziójának híreiből válogattunk. Láz, kedvetlenség, apró hólyagok, sok a bárányhimlős gyerek Magyar Kanizsán. A téli hónapokban többen betegedtek meg, mint az elmúlt években. November végén jelent meg községünkben a bárányhimlő. A téli hónapokban sokkal több gyermek betegedett meg, mint az elmúlt években. A betegség első 2-3 napja a nehezebb, olyankor a gyermek nyűgösebb, amint a hólyagok sebek kialakulnak át, akkor már a kisgyermek elevenebb. Ez egy vírus okozza ezt a himlőt, nagyon jellegzetes kiütésekkel jár, tényleg a szülők föl is ismerik ezt a kiütések alapján ezt a betegséget, ugye egy kis láz, egy kis olyan kedvetlenség, nyűgösség után jelentkeznek a bőrön apró kis, kisebb-nagyobb hólyagok, amelyek viszketnek, de is igazán a tetőtől a talpáig van. A hajukban jelentkezhet, a fül kagylón, a szájban jelentkezhet, mindenfelé, nemi szerveken, végbélnyilláson, kicsit kellemetlen is tud lenni, szemhéjakon is jelentkezhet, sőt, nem csak a bőrön, hanem nyálkahártyákon is, a szemnyálkahártyán, a torok, a szájpadláson jelentkezhet, meg a belső szerveken is. A legfontosabb tényező a gyerek otthontartása mindaddig, míg meg nem gyógyul, hisz ha érintkezik egy másik vírussal, még jobban lecsökken az ellenálló képessége, és a betegség tovább tart, valamint súlyosbodik. Fölnőttek abban az esetben kaphatják el, ha gyerekkorban nem volt nekik, vagy ha volt egy pici kis immunitást, nem egy teljes immunitást fejtett ki akkor a szervezete, ugye? Vagy jelentkezhet ősömör formájába idősebb személyeknél, az pedig olyan, hogy herpes zosternak hívják ilyen, hólyagos, gyulladásos megbetegedés, ami látszik a bőrön, de igazából egy idegszál gyulladását jelenti, fájdalmas, hosszantartó. Felnőtteknél magasabb lázzal általános rossz kedvel jelentkezik, és nehezebben is teszik túl rajta magukat. Terhesek esetében kerülni kell az ilyen betegségben szenvedőket, viszont ha jelentkezik rajtuk a bárányhimlő, akkor mindenféleképpen orvoshoz kell fordulni. Az enyhe télnek köszönhetően a mikroorganizmusok, bacillusok sem pusztultak el, mint ennek köszönhetően számítani lehet majd megfázásra, gripára. Ezek a betegségek levegőben és cseppfolyós állapotban terjednek, tüneteik pedig láz, hányás, hasmenés, fejfájás, szédülés, ami eltarthat akár 5 napig is. Maga a megelőzése ugye ennek az egyik a vakcina. Az egy aktív megelőzése, ugye, hogy fölveszik a gripa elleni vakcinát, ami van, már október óta van az egészségházban, kapható, nem kell hozzá semmi különös, ingyenes a vakcina, bárki, aki lehet vakcinálni, jelentkezik a választott orvosánál, és ő megmondja, hogy fölveheti a vakcinát, vagy nem, és ingyen be, akkor mindjárt gondolom mindenféle térítés nélkül megkaphatják a vakcinát. Van is, most is, és most sincs késő. Attól függetlenül, hogy már január van, de lehet, hogy nekünk a gripa majd csak februárra-márciusra ér ide. Mindaddig, amíg nem igazán jelent, nem vagyunk a járvány közepében, addig érdemes fölvenni a vakcinát, főleg az idősebb személyeknek, azok, akik krónikus megbetegedésben szenvednek, tüdőbetegek, szívbetegek, vesebetegek, műtöttek, vagy valamilyen komoly betegségen átesett mostanában, ugye, akinek az immunrendszere már meg van bojdulva egy valamilyen krónikus vagy előző betegség miatt, annál várható, hogy a gripa komplikációkkal, szövődményekkel fog majd esetleg befejeződni. Nagyon fontos, hogy immunrendszerünket egész éven át ápoljuk. Nem elegendő csak a téli hónapokban gyümölcsöt és vitaminokat fogyasztani annak érdekében, hogy ne legyünk betegek. Jó, elkészítjük ezt a mi immunrendszerünket, akkor a rendes fizikai aktivitással és a helyes táplálkozással, a már meglévő betegségünk karbantartásával, a cukorbetegek, a szívbetegek, magas vérnyomás, ugye kinek mi a baj, pontos gyógyszerszedéssel kontrollálva a betegségét, ez az egyetlen az, amit mi
megtehetünk annak érdekében, hogy ne betegedjünk meg olyan nagyon. Immunrendszerünk állapota teszi lehetővé azt, hogy milyen gyorsan tudjuk magunkat túltenni egy-egy betegségen. Meleg folyadékot lenni, minél többet inni, ugye tejákat, leveseket, nem tudom, kompótokat szeretik a gyerekek, kicsavart citromot, mézet, narancsot, mézzel, propoliszt ilyenkor lehet vásárolni, gyerekeknek is lehet, de gyerekeknek való propoliszt a patikában, ami nem tiszta alkoholban van föloldva, ugye, mint amit árulnak a méhészek. Azon kívül ugye a friss gyümölcsöket minél többet, ugye nem csak az a lényeg, hogy citromot meg narancsot együnk. Mi igazából genetikailag almára, barackra, szilvára, megyre, ezekre vagyunk mi beállva. Szervezetünknek nagyon fontos még a savanyú káposzta, sárgarépa, cékla, brokkoli, különböző húsok, egészséges péksütemények, gabonafélék. Nagyon fontos még a mozgás, a fizikai aktivitás. A fizikai aktivitás az, amelyik majd egy jó kondiban tartja a szervezetünket. Amikor kint vagyunk és sétálunk, akkor nem csak a tüdőnknek jó az, vagy a lábunknak, mert sétálunk, az agyunktól kezdve az agyműködés, a légzés, a szívműködés, a vérkeringésünk, a vese működése, ez mind kihatással, a séta kihatással van mindezekre. Nagyon jótékony hatása van. Az, hogy hideg van, az nem ok. Immunrendszerünket és ellenálló képességünket ápolni kell egészében. Minden vitamin a szervezet számára létfontosságú tápanyagok az egészséges ételekben találhatóak meg, nem pedig a különböző mesterséges vitaminokban. Téli gumi, hólánc, a látási és útviszonyokhoz való alkalmazkodás néhány a biztonságos téli közlekedés feltételei közül. Magyar Kanizsai kollégáink Nyilas Árpád közlekedési oktatóval az autós iskolákat érintő változásokról is beszélgettek. A gépjárművek téli felszereltsége kötelező, hisz azt teszi lehetővé a biztonságos közlekedést. Ez mellé társul a közlekedési kultúra, ami nem elhanyagolható, hisz nekünk is meg kell tanulni az útviszonyokhoz és a látásviszonyokhoz alkalmazkodni, mondta Nyilas Árpád közlekedési oktató. November 1-től április 1-ig téli felszerelés kell a kocsiknak, hogy legyen, ami azt jelenti, hogy minden négy keréken téli meghajtás, vagy téli gumikat kell, hogy használjunk, illetve a hólánc a kocsiba kell, hogy legyen. A hóláncról még azt kell tudni, hogy csak akkor kell használni kötelezően, ha hó van az úton, és azt a tábla előírja. Tehát erre környékünkön igazán arra nincs szükség, de hát köteles a sofőr magánál tartani a hóláncot is. Mi az, amit ajánl, hogy magunkkal vigyünk akár hosszabb, akár rövidebb útra ilyen időben? Amikor indulunk, és ráfagyott, ugye valahol megálltunk, hosszabb ideig idéztünk, és elolvadt a hó, de viszont közben ráfagyott. Na most azt az ablaktörlőt is karba kell tartani, tehát nem szabad mindjárt beindítani az ablaktörlőt, mert tönkre tegyük azzal azt a gumirészt, hanem meg kell várni, hogy az kiolvad. Nem rossz, hogyha van nálunk jégtelenítő spray, mert már ilyet is lehet kapni bőven, avval lefújjuk, és mindjárt leolvadhat az ablaktörlő. Illetve jégkaparó, amivel szintén le tudjuk a ráfagyott jeget, mielőtt indulunk, tisztítani. Mert nagyon fontos, hogy mielőtt indulunk, ne legyen beködösödve, ne legyen jegesedve az ablak, mert hát nem tudunk látni, ez normális dolog. Mit tanácsol akkor, hogyha egy jeges, hó esett területre érünk? Hogyan hajtsunk, mire figyeljünk oda? Tehát magának a hajtás stílusnak is valamennyire változni kell, mégpedig sokkal elővigyázatosabban kell a gázzal, illetve elővigyázatosabban a fékkel dolgoznunk, mert a hirtelen fékezés megcsúszást eredményez, és ha ABS rendszer nincs a kocsiba, akkor a kocsi arra megy, amire ő akar, nem pedig amire mi szeretnénk. A gázzal meg szintén azért vigyázni, hogy ne csúszson meg a kocsi. De különben maga a hajtás stílus, hogyha ráhangolódunk már majdnem időbe, akkor aztán nem szabadna, hogy problémát okozzon. Gondolok itt még plusz arra, hogy a követési távolságot azért jobban be kell tartani, vagyis messzebbre, hogy időben meg tudjunk állni, ha az előttünk lévő esetleg hirtelen ebből megáll.
illetve a sebesség. A sebesség kiválasztása a leglényegesebb, mert azt mondja a szabály, hogy mindig a sebességet úgy választjuk ki, ahogy az útviszony, illetve a közlekedés viszony ezt megengedi. És ez a téli viszonylatban nagyon érvényes. A 2009 óta tartó új közlekedési törvény bevezetése most ér a végéhez, ami az autós iskolások számára is változásokat jelent. Ez az év azt hozza, vagyis hát hozta január 1-től, hogy mind a mellett, ami már ugye érvényben van, hogy most már a tanulók elektronikus rendszeren keresztül vizsgáznak, vagyis komputeren keresztül rakják le a tesztet, és még plusz mellé videó felügyelet alatt történik a vizsgázás, tehát itt most már teljesen ki van annak a lehetősége zárva, hogy nem a tanuló vizsgázik, hanem egy másik személy, illetve a vizsga biztos oldja meg a kérdéseket helyette. Az autóvizsgát továbbra is 3 hónap alatt tudjuk letenni, aminek teljes összege 80 ezer dinár. A magas árak és a gazdasági válság ugyan kihatással vannak a vizsgázók számára is, de könnyítésnek számít, hogy az idei évben is lehet részletre fizetni. Nyári tantermet avattak az oromi iskolában. A beruházás összefogás eredményeként valósult meg. Az oromi Arany János általános iskolában betlehemes karácsonyi műsorral kedveskedtek az iskola tanulói és tanárai, melynek apropója a nyári tanterem átadója volt. A meghívott vendégek nagy érdeklődéssel figyelték az előadást. Az építkezést a nyertes NISZ pályázatnak és a Magyar Kanizsai Önkormányzatnak köszönheti az iskola. A nyári tanterem bútorzata a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatásából valósult meg. A Magyar Nemzeti Tanács pedig multimédiás eszközök beszerzését biztosította az idei évben. Már júniusban a Naftagáz előlátta a pénz számunkra, azonban a névváltoztatás is közbe jött, és az Arany János nevet ugye felvettük a Kis Ferenc helyett, ez pedig azt eredményezte, hogy a jogviszonyokat, vagyis a névátírást el kellett végezni, akkor a községi költségvetésnek is meg kellett várni az úgymond rebalanszát, és akkor ezek után kezdhetünk csak hozzá, úgyhogy októberben érkeztünk el addig a szintig, hogy az építkezésről beszéltünk, és akkor először megbukott az úgymond tenderünk, aztán a másodikra sikerült ez a dolog, és így december 22-én át tudtuk adni ezt az épületet. A nyári tanterem 10 méter x 8 méteres alapon fekszik, aminek összértéke 1 millió 300 ezer dinár. A NISZ kőolajipari finomító és a Magyar Kanizsai Önkormányzat 850 ezer dinárral segítette a beruházást, míg a hiányzó összeget a tartományi oktatási titkárság és a vajdasági kormány segítségével tudták pótolni. Mindenképp egy összefogásról van itt szó, több helyről érkezett a támogatás ahhoz, hogy egyrészt megépüljön ez a kis épület az iskola udvarában, másrészt, hogy megkapja a megfelelő felszerelést. Ehhez persze a tartomány is megfelelően hozzájárult. Én azt hiszem, hogy mintegy 800 ezer dinárnyi összeg volt az, amely ide érkezett az Arany János általános iskolába ebben az évben. Ennek nagy része épp ehhez a projekthez kötődött. A Magyar Nemzeti Tanács is támogatta az iskola fejlődését. A Magyar Nemzeti Tanács kiemelten figyel a magyar nyelvű oktatásra és annak fontosságára. Számos pályázatot megjelentettünk az év folyamán, mint az oktatási intézményeknek a működési költségeire, mint pedig a felszerelés vásárlása. Felszerelésre pályázott az Arany János iskola, minden épülete kapott laptopot ez alkalomból, így a karácsonyi ajándékgyanánt örülhetnek neki a gyerekek. A nyári tanterem az osztályfőnöki, zenekultúra és képzőművészeti tanórákon kívül még a helyi civil szervezeteknek, ifjúsági kluboknak is helyet tud nyújtani. Emlékezés. Edith Piaf születésének 100. évfordulója alkalmából szerveztek zenés programot vajdasági testvérvárosunkban. A különleges atmoszférájú esten a francia chanson énekes ismert dalai csendültek fel.
December 19-én ünnepeljük Edith Piaf francia chanson énekesnő születésének 100. évfordulóját. Ennek apropóján december 13-án vasárnap zenés estet szervezett a Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény. Varga Klári, a Debreceni Csokonai Színház művésznője, Piaf életrajzi regényeiből adott elő részleteket és legismertebb dalait énekelte a közönségnek. Rusz Milán, a magyarországi szerb színház vezetője, tangó harmonikán kísérte a dalokat. A Párizs hídjai című összeállítást Milosevic Péter rendezte. Egy egészen csodálatos utazás, egy extrém utazás. Végtelen, határtalan, és több mint százszor játszottuk már, 108. 109. előadás, nem tudom egészen pontosan, és minden egyes este másfajta titkok nyílnak meg nekünk is, pedig hát benne vagyunk ennek az anyagnak a sűrűjében. Egy egészen hihetetlen, izgalmas, kiszámíthatatlan és végtelen ember, nagybetűs ember, aki nagyon-nagyon szerette az életet, és aki a 27. a 168. porba hullás után is föl tudott emelkedni, és újra született, mint egy főnix madár. Teljesen mindegy volt, hogy milyen tragédiák voltak, és történtek vele. Megint fölállt, és megint fölállt, és megint fölállt. Egy egészen kiváló, csodálatos művész és ember. A lányok hozzák folyton, s nem jönnek a bőrkék. Már semmi esélyt, ő vissza sose tér. A szép álomnak vége. Az élet mit sem ér. Varga Klári még elmondta, egy ritka nagy ajándékot jelent számára, hogy Edith Piafot megszemélyesítheti a színpadon, hiszen emberként és művészként is nagyra értékeli őt. Bevallása szerint a legnagyobb kihívást a szerep megélése jelentette számára, hiszen az előadásban egyik végletből a másikba kell sodorni a nézőt. A prózai és zenei elemekkel ötvözött darabban az Edith Piaf dalok nem francia, hanem magyar nyelven szólalnak meg. Igazából én el sem tudom másképpen képzelni. Nem azért, mert én tanultam franciát 4 évig, és talán birtokában lennék ennek franciául is. Azt hiszem, hogy hát nekem oly fontos, amiket ezek a dalok mondanak. Tehát ez minden dal egy történet. Ezeket nem úgy kell elképzelni, mint ahogy nagyon sokszor az ember ma elkapja egy sláger. Ezek nem slágerek, ezek miniatűr történetek. Elejétől a végéig valami nagyon fontos történik benne. Az, hogy én ezeket elmondom, az szerves része, tehát hogy érthetővé teszem, mivel hogy az anyanyelvemen adom át. Ez nekem nagyon fontos. Én tovább énekeltem az utcán. Heti 35 frankot kerestem. Vasárnaponként moziba, az Alcázarba mentünk. Megcsináltuk ezt az előadást, imádom Edith Piafot, Edith Piaf egy csoda, az élete is példaértékű, úgyhogy, és először fordítottuk szerb nyelvre, legelőször a dalait. Talán a Milordot már énekelte valamelyik belgrádi kolléganő, de legfeljebb egy vagy két dalot, nem divat. Magyarországi viszont óriási divat nemzeti nyelven énekelni, és nem csak franciául, annál is inkább, mert érti az ember, és működőképes lehet, hát én ott nőttem föl, és ezt fontosnak tartottam, hogy szerb nyelvvel is lefordítsuk. A magyarországi szerb közösség tagjai nagy-nagy örömmel fogadták, nagyon sok helyen voltunk, Szerbiában nem játszottuk egyetlen egyszer sem, nagyon-nagyon sajnálom. Milosevic Péro fordításai fantasztikusan szépek, legalább olyan szépek, mint ezek a magyar fordítások, amiket ma este előadunk. Ez már lassan a 130. előadás Edith Piafból, Edith Piaf egy csoda, Klárika is csoda, meg fogják látni, úgyhogy én nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy ebben benne lehetek ebben a produkcióban. Az Edith Piaf estnek nagy sikere volt a magyar kanizsai közönség körében. A művészeket a nézők vastapssal jutalmazták.
A zenés előadás a Magyar Kanizsai Önkormányzat támogatásával jutott el Magyar Kanizsára. Koncert a Városházán. A Magyar Kanizsai Alapfokú Zeneiskola 7. alkalommal rendezte meg a karácsonyi programot. A teltházas esten az iskola tanárai, növendékei is felléptek. Az Alapfokú Zeneiskola 7. alkalommal rendezte meg a karácsonyi koncertjét a Városháza dísztermében, mely az idén is teltházas volt. A koncerten a zeneiskola tanárai muzsikáltak különféle összeállításokban. Úgy néztük, hogy olyan szívhez szóló zenéket keresünk, találjunk és muzsikáljunk, hogy az emberek szívesen és jó érzéssel töltsék ezt az estét. Milyen fölállásokat láthattak a nézők? Szólistaként Perkucsin Natasa harmonikán muzsikált, volt egy cselló, az zongoradó, Gulyás Zsolt és Ferenc Krisztina előadásában volt egy harmonika és zongoraduó, Tamisi Csirkicsirina és Tamisi Csanya előadásában, egy gitár és hegedűduó Kis Tamással és Sarnék Daniel a gitártanárnővel, egy szóló, klarinét szóló, Asztalos Alfréd kolléga muzsikált és Ferenc Krisztina kísérte. Triót is hallhattunk, cselló, klarinét és harmonika. Triót Nagy Mikuti Dániel volt harmonikán, Asztalos Alfréd klarinéton és Gulyás Zsolt cellón muzsikáltak. Utána volt egy harmonika kvartett, Nagy Mikuti Dániel muzsikált, Perkucsin Natasa, Tamisi Csilki Csirina és Molnár Dobó Márti kolléganő, és a végén szólistaként Tamisi Csanya énekelt, és őt kísérte az iskola válogatott kórusa, mert úgy válogatott, hogy tömeges lett volna, hogyha minden gyerek szerepelt volna, tehát gyerekkórus és tanárkórus kíséretében. És hát sok gyermek is részt vett itt a koncerton, és talán ezeket a hangszereket, ezeket a zenéket hallva, majd a jövőben talán kedvet kapnak a zenéléshez is. Ez is egy cél talán? Hát biztos, hogy valahol. Az is, hogy közelítsük a szép zenét a közönségünk felé, mert végül is az iskola nem azért van, hogy csak négy fal közt szóljon a muzsika szó, hanem hogy a Kanizsa lakosainak is kellemes pillanatokat szerezünk, és megháláljuk végül is az ő gyerekei járnak a zeneiskolába. A koncertet az InfoTV teljes egészében rögzítette, és január 5-én 10 és délután 17 órától tekinthetik meg a kedves nézők. Állatsimogató. Elsősorban a gyerekeket várták a programra, amely végül a szülők, nagyszülők arcára is mosolyt csalt. Galambot, tengeri malacot, törpekecskét, kutyát és egyéb állatot simogathattak meg mindazok, akik ellátogattak a hétvégén a Magyar Kanizsai Ifjúsági Otthonba. A Civilek Magyar Kanizsa Községért civil szervezet újabb programot szervezett a magyar kanizsai lakosoknak, de főleg a gyerekeknek. Kis állatsimogató délutánnal vártuk a kanizsai lakosokat, főként az óvodás korosztályt, illetve az alsósokat céloztuk meg ezzel. Hát vannak itt kutyák, egy éves és 8 hónapos minikecske, ami nagyon kis aranyos és nagyon sokaknak tetszik. Galambokat is lehet, tengeri malacot, illetve nyuszikat is simogatni. A kisállatok simogatása mellett a civil szervezet rajzfilmvetítéssel és játékokkal is várta az érdeklődőket. A program nem csak a gyerekek arcára csalt mosolyt, hanem a szüleikére is. Ha nekem elsősorban azért érdekes és azért csodálatos, mert kislányomat látom örülni ezeknek az állatoknak, amelyek itt láthatók, itt megsimogathatók és megtapinthatók. A gyermekek jókedve határtalanná vált, élvezték az állatok közelségét és simogatását, olyannyira, hogy nekünk is elmondták, hogy melyik a kedvenc állatuk. Reggel este etetni, vizet, abrakot, herét adni neki. Melyik a kedvenc állatod? Kecske, nyúl. Kutya. Kutya, és miért szereted? Hát azért, mert
nagyon jól lehet vele játszani. És neked van kutyád? Igen, van. Hogy hívják? Viszki. Nekem van egy labradorom, úgy hívják, hogy Krémi, azért neveztem meg Kréminek, mert krémszínű. És hogy tetszik ez a mai állatsimogatás? Nekem tetszik. Melyik állat tetszik itt a legjobban? Hát az a kiskutya. Ő tetszik. És mi tetszik benne? Hát a színe, meg ilyesmi. És neked a kedvenc állatod? Nekem is a kutya. Most hölcsögöt akarnék, úgy. Na, és megengedik a szüleid? Hát úgy. A Civilek Magyar Kanizsa községért civil szervezetnek sikerült újból örömet szerezni a lakosoknak. A Magyar Kanizsa és a Magyar Kanizsa községi fiatalok képesek egy csomó olyan programot szervezni, amely a szórakozást, akár a jótékonykodást is szolgálja. Mi azt látjuk, hogy egy nagyon pici koordináció szükséges tőlünk az idősebbek részéről, és a fiatalok maguk megoldják, és maguk ilyen színes programokat tudnak csinálni, mint ez a mai. Én nagyon remélem, hogy tovább is tudjuk folytatni a munkát, rengeteg tervünk, rengeteg ötletünk van. Egyelőre ez minden segítséget megkapunk, mint a várostól, mint pedig más civil szervezetektől, azért itt is jó néhányan segítettek abban, hogy ezt a mai állatsimogatót meg tudjuk valósítani. A kutyákat, baromfikat és a külön közkedvelt törpekecskét a Mustang Lovas Klub vezetője Teszlics Zorán hozta, aki külön figyelmet fordít az állatok gondozására is. Én úgy gondolom, hogy az ember, hogyha egy állatot megszelídített, akkor arról gondoskodnia kell, és most már mivel nagyon sok a megszelídített állat, nagyon sok a kedvencként tartandó állat, nagyon oda kell figyelni arra, hogy ajándékban nem adunk állatot, csak hogyha tényleg felkészülünk arra, hogy egy állatról gondoskodni tudunk, akkor szabad felelősséggel állatot magunkhoz venni, vagy hazavinni, vagy akár megvásárolni is, mert nem elég 2-3 hónapig örülni egy állatnak, hanem ezt egy életen át gondozni kell. Gyermeki kacajjal és örömmel töltődött fel mindenki, aki részt vett a kisállatsimogatáson, valamint egy pár órára mindenki érezhette a kisállatok őszinte szeretetét. Műsorunk végéhez értünk, kanizsaiakkal legközelebb 2 hét múlva hétfőn este várjuk Önöket, viszontlátásra!